Az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki, hogy az orosz hadsereg atomfegyvereket vethet be az ukrajnai háborúban. Amerikai titkosszolgálati információk szerint ugyanis az orosz hadvezetés megvitatta, hogy miként és mikor használhatnak tömegpusztító fegyvereket a frontvonalon. Az orosz külügyminisztérium ugyanakkor közleményt adott ki, amelyben azt írják, a nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségéről hipotetikusan csak akkor lehet beszélni, ha az országot tömegpusztító fegyverekkel indított agresszió éri, illetve ha a támadást ugyan hagyományos fegyverekkel indítják meg ellene, de az magának az államnak a létét fenyegeti. A Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője az oroszok nyilatkozatait felelőtlennek nevezte. Egyelőre nincs birtokunkban semmilyen bizonyíték arra vonatkozólag, hogy az oroszok előkészületet tettek volna egy ilyen lépés megtételére. De nagyon aggaszt bennünket, ahogy erről nyilatkoznak, ahogy Putyin elnök erről beszél. Ez nagy felelőtlenség lenne, ahogy az is, ha ezeket a jelzéseket nem vennénk komolyan. Ahogy az orosz haderő a szárazföldi hadviselésben folyamatosan alulmarad a terepen, a tömegpusztító fegyverek bevetésének lehetősége egyre növekszik. Moszkva azonban a nyugatot vádolja azzal, hogy pánikot kelt az atomháború veszélyéről szóló narratíva hangoztatásával.